vissza sosem fordultál. Volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé. A Bátaszéken élők 100 évvel ezelőtt saját bőrükön érezhették meg, mit jelentett Trianon, hiszen akkor még a város a szerb királyság részéhez tartozott. A trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulóján az események felidézésével indult az emlékünnepség, majd a városban működő egyházak vezetői mondták el gondolataikat. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, bár Magyarország már nem lehet egységes, de a nemzet egységén folyamatosan munkálkodni kell. Az elmúlt időszakban nem biztos, hogy abba az irányba törekedtünk, hogy ez a nemzet egységes tudjon lenni. Azt gondolom mindenkinek, aki közélettel, politikával foglalkozik, nagyon nagy felelőssége van ebben. Talán azt, ha kijelenteni nem is lehet, de mindenképpen én úgy érzem, hogy egy ország már nem biztos, hogy lehetünk, de egy nemzet igen. Dombóváron az év elején létrejött a Trianon Bizottság. A testület a helyi székelykör bevonásával számos programot szervezett az év folyamán, ám a koronavírus járvány átírta a terveket. A jelen állás szerint minden korábbi rendezvényt az év második felében tető alá hoznak, mondta Pintér Szilárd, polgármester. Kerényi Zsolt alpolgármester arról szólt, elsősorban a diákokat és történelemtanárokat akarják mozgósítani. A terveink szerint a legtöbb rendezvényt azért meg tudjuk tartani az ősszel. Ezek között vannak előadások, ismeretterjesztő előadások és művészeti jellegű előadások is, illetve nagyon szeretnénk az iskolásokat, általános és középiskolásokat is bevonni, szintén ezen a két szinten. Tehát történelem és magyar tanárok segítségével egyáltalán megismertetni, megértetni, érzelmileg is megértetni a gyerekekkel, hogy mi a trianoni tragédia tulajdonképpen. A trianoni békeszerződés aláírása 100. évfordulójának tiszteletére rendeztek ünnepséget Pakson, jelképesen az aláírás időpontjához kötött kezdéssel. Szabó Péter, Paks polgármestere beszédében emlékeztetett arra, hogy elvették országunk területének 2/3, és a 18 milliós lakosságunk alig több, mint 7,5 millióra olvadt. A saját hazájában idegenné váló magyaroknak rengeteg nehézséggel, hazugsággal, nem egyszer erőszakkal is szembe kellett nézniük. Száz másodpercig tartó harangozással emlékeztek meg sok helyen az országban a trianoni békediktátum centenáriumára. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Alsónánál rótta le a tiszteletét a Nemzeti Összetartozás napján. Nem volt olyan magyar család, akiket valamilyen módon ne érintett volna Trianon traumája, Trianonnak a fájdalma. Hiszen egy pillanat alatt Magyarország területének kétharmadát vágták le az országról.